Vendégeim a stúdióban Burókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, és Gálé Zoltán, a Vasárnapi Hírek volt főszerkesztője. Jó estét kívánok, szervusztok! Visszaugrunk 2010-be, illetve lehet, hogy nem is 2010-be kellene visszaugrani, hanem egy picit 2002-be, mert nagyon sokan azt mondják, hogy a 2002-es választási vereség után fogalmazódott meg az Orbán Viktorban, hogy na ilyet többet nem, így bukni nem lehet, kell egy nagy-nagy média birodalom, mert hogy 2002-ben azért bukták el a választást, mert a balliberális média túlsúlyban volt, vagy fölényben volt. Ide kell visszamennünk, hogy jól lássuk azt, ami 2010 után történt, és ami mára lett a médiából? Azért érdemes talán innen indulni, mert a 2002 előtti viszonyok és a mai viszonyok azok nagyon nehezen összehasonlíthatók, erről még sokat tudunk beszélni. Tehát egy teljesen más média szerkezetben, sem a kereskedelmi tévék, no pláne nem az internetes sajtónak nem volt ilyen térnyerése, és hát egészen más volt a kormányzat hozzáállása a nyilvánossághoz, legyen az bármilyen színű kormányzati, mint manapság. Úgyhogy igen, lehet, hogy ez a 2002-es szerintem téves ítélet az egyik kiinduló pontja a mai viszonyoknak. Gábor? Hát 2002-höz még azt is hozzákapcsolhatjuk, hogy egyet még hátrébb lépjünk, hogy a jogállam és a liberális piacgazdaság az két olyan alapfogalom volt, amit minden egyes politikai tényező tiszteletben tartott és működőképesnek tartott. Tehát ezen a téren 2010-ben egy teljesen új helyzet áll elő, és jön egy új erő, amely azt mondja, hogy nem egyszerűen kormányt váltunk, hanem rendszert váltunk, és ennek a rendszerváltoztatásnak a része mindaz, ami a médiában történik. Tehát, hogyha csak a médiával foglalkozunk, és azt gondoljuk, hogy itt vannak torzulások, akkor nem értjük, nem nézünk a mélyére a változásoknak. Tehát nem véletlen, hogy 2010-ben az említett rendszerváltoztatásnak része, hogy új alaptörvény lett, az igazán fontos törvények mind megváltoznak, és ennek részeként többek között a média törvény is előáll. Miközben, amit a Gábor mond, az egy alapvetés, hogy 2010 előtt a politikai erők mindegyike, a piacgazdaság, a jogállamiság, ezen belül a sajtószabadság talaján állt. Én azt látom, hogy a 2010 után tartó folyamatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy ma már ezt tagadják, hogy mondjam, meghaladják, átírják, mert igen, az államnak lehet, hogy egyre nagyobb szerepet kell kapnia, és a sajtószabadság területén mindig is volt az államnak szerepe, nem csak a szabályozásban, hanem például abban, hogy a közszolgálati médiumokat finanszírozza, hogy maga eszközeivel hozzájáruljon a sokszínűséghez, a vélemények különbözőségéhez, de ma az állam szerepe ezzel éppen ellentétes, nem a véleményszabadságot és sokszínűséget támogatja, hanem a piacot, a piaci viszonyokat, a versenyt zárja ki szabályozási eszközökkel és egyéb beavatkozás módján, és mint ilyen azt gondolom, hogy a mai helyzetet tényleg az írja le, nem az én mondatom, hanem a Szempolyák Gábor médiakutatója, hogy Magyarországon van még szabad sajtó, de sajtószabadság nincsen, abban az értelemben bizonyosan nincsen, hiszen ez egy állami szabályozási kérdés is, és az állam e tekintetben a sajtószabadság elveivel ellentétes lépéseket tesz, és ezért aztán nem a sajtószabadság végéről van, hogy nem a szabad sajtó végéről van szó, hanem a szabad verseny végéről a magyar sajtópiacon, és ez szerintem legalább olyan szörnyű viszonyokat eredményez. Egy-két konkrétumról beszéljünk, hogy annyi idő nincs, hogy 15 vagy akár 20 évet átbeszéljünk, úgyhogy ugorjunk 2010-hez. Ugye addig volt egy alkukényszer, senkinek sem volt kétharmad, a 2010-ben kétharmad lett. Azért beszélünk két időszakról, mert 2015 után, ugye elhíresült G-nap után nagyon nagyot változott a média helyzete, hogy muszáj ketté bontanunk. Hogy működött 2015 előtt, illetve szeretném, hogyha egy pár szóban a média törvényről is beszélnétek. Mi volt, ami a legfontosabb változást hozta, és nagy nemzetközi visszhangot is kiváltott persze. Erre próbáltam utalni, hogy megváltozott a megközelítés, a hozzáállás a liberális piacgazdasághoz és a jogállamhoz. Tehát azt mondta a kormány, hogy innentől kezdve átveszem az irányítást, ezt egyébként nem csak a magyar kormány mondta, sok helyütt fogalmazódott az meg, hogy a politika tért foglalt, és visszábszorította az üzleti világot. Megváltozik a megközelítés, és azt mondja, hogy innentől kezdve a média térben is akarom a saját, hát én vagyok a nép által fölhatalmazott, én kapok mandátumot arra, hogy irányítsam az ország életét,
irántam nyilvánul meg a bizalom, tehát nekem van jogom belenyúlni a piaci viszonyokba, tehát most már a médiától nem azt várják el, hogy a piaci logika szerint ítélje meg a dolgokat, lásd, mondja azt, hogy a verseny az mindig jó, és ha nincs verseny, az mindig rossz, hanem azt mondja, hogy itt van a politika, megkapta a néptől a fölhatalmazást, és innentől kezdve a politika az jó úton jár, és nem is véletlen, de itt már akkor 15 után járunk, hogy a kormány közeli média az gyakorlatilag a kritikus hangot nélkülözi, és csak a támogató hang az, illetve kritikus hang csak az ellenzék irányába nyilvánul meg. Igen, de ugye az a furasság van, hogy miközben a helyzet leírásoddal, akár a politikai helyzetet illetően, vagy amit most utoljára mondtál a kormánypártinak minősített sajtóról, akár egyet is értek, csak az okozati viszonyok szerintem nincsenek összekapcsolva, mert nem arról van szó, hogy az állam arra kapott felhatalmazást, hogy éljen azokkal a jogaival, amik egyébként a médiapiac tekintetében is neki megadatnak, de az állam ezzel visszaél, ezeket a jogokat kifacsal, és ne csináljunk úgy, mintha erre valamiféle társadalmi igényre rezonálna. Lehet, hogy van társadalmi igény az állam nagyobb beavatkozására sok területen, de biztosan nincs arra társadalmi igény, hogy állami eszközökkel, közpénzen, az adófizetők pénzéből nyíltan és tudatosan hazudjanak nekik. Nincs arra társadalmi igény, hogy kormánypárti monopóliumok alakuljanak ki a magyar sajtópiac nagy szeletén, a megyei napilapoknál, az ingyenesen terjesztett napilapoknál, vagy a hálózatos kereskedelmi rádióknál. Ez nem egy társadalmi igény, ez egy nettó politikai befolyásolási szándék, amihez a kormány nem nyílt, hanem másféle eszközökkel él, saját oligarcháit, saját köreihez tartozó vállalkozókkal vásároltatja föl ezeket a médiatermékeket. Most itt félbe is szerintelek titeket, mert egyébként átugrottunk már 2015 utára. Nem mondtam, hogy nem, igény. Az arra volt igény, hogy kormányt váltsanak. A kormány pedig igen. Azt mondta, hogy mindarra fölhatalmazást kaptam, amit most elvégzek, és hozzáteszem, aztán 14-ben volt egy újabb fölhatalmazás, és akkor megerősítette a kormányt abbéli eljárásában, hogy ez így jól működik, ez elfogadott. Gábor, te maradtál a heti válasznál a bizonyos G-nap után. Ja. 2015. február 6-a után, vagy nem is tudom, pontosan azon a napon, Esemicska Média Birodalom szinte teljes vezérkara felállt. Egyetlen személyes kérdés, ha nem akarsz nem válaszolsz, te miért maradtál? Engem felhívott a tulajdonos, megkérdezte, hogy láttam-e a Liszkeieknek a közleményét, és mondtam, hogy természetesen láttam, és kérdezte, hogy nem lennék-e a Hír TV elnöke, és mondtam, hogy hát eszem ágában sincs, tehát még egyszer ugyanabban a folyóban nem lépek bele, maradok ott, ahol vagyok, illetve kérdezte, hogy én is fölállok-e. És mondtam, hogy nekem nem adott okot arra, hogy fölálljak, tehát ha majd okot ad, akkor természetesen erre reagálni fogok, de mindez ideig ez nem történt meg. Tehát ezért maradtam. Jó, Zoltán, elnézést a kis kitérőben, ez téged nem érintett annyira, de azért a G-nap érintett mindenképpen, mondd nyugodtan. Hát ugye a G-nap ott, ahol én akkor dolgoztam a vasárnapi híreknél, ott valójában a tekintetben volt fontos, hogy ez egy nagyon érdekes hír volt, amiből rengetegféle következtetés adódott akkor is, meg adódik most is, meg még fog is azt hiszem adódni a következőkben. De hogy én nem akarok úgy csinálni, mintha a G-nap előtti viszonyokat olyan nagyon természetes és egészséges sajtópiaci viszonyoknak tekinteném, mert 2015 előtt is igaz volt az, amiről korábban beszéltünk, hogy az állam próbálja a befolyásával, és azt is én azt gondolom, hogy az sem tekinthető egészséges dolognak, hogy pártpénztárnokok birtokolnak jelentősebb média portfóliókat, mert hát pontosan tudjuk, hogy az ő, hogy mondjam, a piaci szerepük az legalábbis eltérő egy klasszikus befektetőtől. Nekik nyilván vannak kapcsolataik, politikai érdekeik, és nem elkerülhető, azt gondolom, előbb vagy utóbb, hogy ezeket az érdekeiket a saját portfóliukon keresztül érvényesíteni akarják. Én később, jóval később, 2 évvel ezután kerültem egy hasonló helyzetbe. Én akkor azt a döntést hoztam, hogy én ezt nem várom meg, amikor eljön ez a pillanat, amikor ilyen érdekekkel szembesülök, és fölálltam. Nem gondolom azt, hogy nekem bármi jogom lenne, akik ezt a döntést, hogy mondjam, értékesebbnek tartani annál, mint akik úgy döntöttek, hogy ott maradnak, és biztosan tudom, hogy akik ott vannak és csinálják, azok a legjobb szakmai tudásuk szerint csinálják, de én félek attól, hogy egyszer el fog jönni a pillanat, amikor
amikor akár a Gábor számára is érdemben fölvetődik az, hogy lehet-e szabad-e, meddig lehet ezt még így csinálni. És azt hiszem, ennél sokkal szomorúbb képet nehéz festeni a magyar sajtóhelyzetről. No, ami nagy változást hozott, hogy felcserélődtek a szerepek, és lehet azt mondani, hogy irgalmatlan gyorsasággal kellett egy új média portfóliót felállítani. Nézzük meg egy picit az eszközöket. Reklámadó, médiatanács, állami hirdetése. Az állam összességében 2015-höz képest 80%-kal több pénzt költött eleve hirdetésekre, tehát ezzel a legnagyobb hirdetővé vált Magyarországon. Tehát egész kelet-közép-európai régióban egyedül Magyarországon tudott például tavaly felkerülni az állam a top 10 reklámköltők listájára. Azért a sajtó tekintetében, a média tekintetében az államnak egy demokratikus jogállamban viszonylag körülhatárolt szerepe van a beavatkozásra, és ez elsősorban az, hogy a vélemények sokszínűségét és az értékeket őrizze. Erre való a közszolgálati média világon mindenhol, hogy olyan tartalmak, amelyeket esetleg a piac nem tudna finanszírozni, azokat finanszírozza az állam. Na de hát elnézést kérek. Én ezt elfogadom. Na, világos, ezt csak elfogadom. Azért mondom, hogy itt egy visszaélés történik ezzel a helyzettel. Igen, mert tehát az a megközelítés, a te megközelítésed, vagy mondjuk így, hogy az úgynevezett demokratikus ellenzék megközelítése, az mind a múltból vizsgálja a mai történéseket. Azzal legitimálod ezt a helyzetet, bocsánat, vagy ez így is lehet érteni a szavaidat, mint hogyha erre egy társadalmi igény lenne. De hát nincs arra társadalmi igény, hogy a közszolgálati tévé belehazudjon az arcomba. Hát nincs arra társadalmi igény, hogy az adófizetők pénzéből költsenek. Hát most vettem kezembe a Figyelőt, amiről szó volt, hogy Schmidt Mária, akit ugye tudjuk szintén, hogy a kormány közeli vásárolt meg, a példányszám zuhan, hogy mondjam, egy kicsi szereplőjévé vált ennek a piacnak, 11 darab állami hirdetés van az eheti számban, és ezeknek az állami hirdetéseknek a jelentős része, hogy mondjam, hát nem hirdetés, tehát az, hogy a magyar villamos művek az egy, hogy mondjam, lecserélte a logóját, tehát ez nincs közöm nekem, ezt nem kell nekem hirdetni, viszont kikérem magamnak, hogy közvetetten ugyan, de az én adóforintjaimból fizetik. Ezek nettó finanszírozási kérdések, és nem csak az a baj, hogy az Európában egyedülálló módon költ sokat az állam hirdetésekre, hanem az is baj, hogy ezeket célzottan teszi, a saját propaganda céljait szolgáló médiumokban teszi, ma már szinte kizárólag. Másrészt pedig, hát hogy is, mondjam, olyan torzított... A távozásodnak volt köze ez, az utolsó publicisztikádban erről írtál. Igen, és hát ott ez azért egy... az a Népszava, nem a Magyar Idők. Abszolút igaz, tehát föntartják annak a látszatát, és ezért azt gondolom, és ezért is álltam föl, egyszer még fogunk magától kérni valamit Pelikán elvtárs, én meg nem szeretnék Pelikán elvtárs lenni. Szóval, hogy föntartak ugyan egy látszatot, de hát ezeknek a túlnyomó többsége nettó propaganda célokat szolgál, és ráadásul ugye itt akkor a médiatanács szerepéről, meg a szabályozási szerepről is beszélünk, hogy a Soros kampány az társadalmi célokat szolgálhat szerintük meg, hogy olyan nettó egyébként bebizonyosodott hazugságok vannak társadalmi célú hirdetésként szerte szétszórva a világban, vagy a magyar sajtóban, amik egyszerűen ennek nem felelnek meg, és erre nincs társadalmi igény, azt gondolom, hanem az következik ebből, hogy nagyon sok embert elzárnak attól a lehetőségtől, hogy sokféle véleményet találkozunk. Ezt nem gondolom. Tehát ezt nem gondolom. Amit az utolsó mondat, hogy nagyon sok hogy embert elzárnak. Igen. Tehát miközben nagyon határozott, erőteljes média befolyásolás folyik ma, de soha annyira színes nem volt a magyar sajtó, mint mostanság. Tehát azért emlékezünk vissza, 98 előtt a jobboldali vagy konzervatív választópolgároknak volt egy 40 000-es demokratája, volt egy 33 000-es nemzete. Igaz, tehát színes, sokszínű, sokféle vélemény. És az elérésben is. Tehát körülbelül 400 000-es volt az elérés egy 8 milliós választópolgárt számláló Magyarországon. Igen, de ma ehhez képest a Hír TV-nek kb. 80%-os az elérése, ugyanúgy az ATV-nek igaz, is. Igaz, csak hogy ne felejtsük el, hogy bizonyos szegmenseiben a sajtónak nem az van, hogy túlsúlyról beszélünk, vagy hogy akkor mennyi a jobb, mennyi az ellenzéki hang, hanem monopól helyzetről beszélünk. Vidéki napilapok? Vidéki napilapok, a kereskedelmi rádiók, a hálózatosan működő kereskedelmények, az ingyenes napilapok piacán, és miközben igaz az, a felmérések ezt mutatják, hogy az emberek kezdik érezni, hogy a kormány befolyása az túlnyomó többségű, és hogy tudják, hogy a magyar sajtószabadság bajban van, a közben azt látjuk, hogy a média fogyasztási szokások bizonyos társadalmi rétegekben nem változtak meg nagyon. És a legnagyobb baj az,
hogy az ember bekapcsolja, hiszen 30-40 éve ezt kapcsolja be, a Kossuth rádiót délben, akkor ő azt hiszi, hogy ott egy rádióműsor, egy közszolgálati rádióműsort hallgat, pedig egy propaganda adást. Egyébként kezébe veszi a megyei napilapot, és azt hiszi, hogy ez egy újság, pedig ez egy igen, csak közben bekapcsolhatja ingyenesen a televízió, az ATV műsorát. És bekapcsolhatja, de TV2-ről szegény azt hiszi, hogy ez egy kereskedelmi TV, miközben az másik, már messze nem ad. De jó, csak azért mondom, hogy az előbb arról beszéltünk, hogy 98 előtt, azért említem ezt az évet, mert közben kormányváltás volt 98-ban, tehát a média viszonyok irtózatos torzulása ellenére lehetett kormányt váltani Magyarországon. Tehát bármilyen is legyen a média helyzet, szerintem sok tekintetben egészségtelen, mert ebben a média rendszerben a teljesítménynek nincsen szerepe, semmilyen módon, vagy nagyon kicsi százalékban, és a lojalitás az mindent megelőz. Tehát a hirdetések elosztásában, az interjúk elosztásában, hogy ki hova megy be, hol adja le az információt, az kevés is számít, vagy egyáltalán nem számít, hogy ott van egy célközönség, az számít, hogy az a médium baráti vagy ellenséges médiumnak van nyilvánítva. Persze. Egyetértek azzal, hogy sem a heti válaszért, sem a vasárnapi hírekért nem fognak az emberek az utcára menni hamarosan, amíg ilyen a politikai környezet. De ebben az ügyben is van egy momentum, amit amúgy már ezer éve meg akartam veled beszélni, mert hogy azt hagyjál, hogy még heti lapok főszerkesztői, Gábor még igen, én voltam, de ugye mi voltunk kormányszói ők is. És ebben az egész helyzetben egyetlen dolog, azt gondolom, nagyon kevésszer van megvitatva. Nevezetesen a kormány hozzáállása a nyilvánossághoz. Mondom nagyon egyszerűen, én tudom a Gáborról, ő meg tudhatja rólam, hogy amikor mi kormányszóvivők voltunk, akkor mi a nap 24 órájában azon dolgoztunk a csapattal, hogy az újságírók kérdéseire, adatigénylésre válaszoljunk. Ott és akkor. Ha a válaszaink kicsúsztak a labzártából, akkor bizony nagyon dühösek voltak ránk az újságírók, joggal. Ma nem ad a kormány információt közügyekről. Ma az a helyzet, hogy az agya, hogy a kormány szóvivőt nem látjuk izzadva a kamerák előtt magyarázni a mechanizmus, hanem hogy ugye ne felejtsd, tehát a nézőknek azt is tudni kell, hogyha ti akartok valamit kérdezni ma a kormánytól, akkor elküldtök egy e-mailt a sajtóosztályra, akkor jön egy válasz, hogy majd 30 nap múlva válaszolunk, jobb esetben 15, már rég túlhaladta az idő, mire megjön a semmitmondó válasz, nem kapunk információt. Ez szerintem sokkal súlyosabb probléma. Nagyon súlyos probléma. Eddig mindig arról beszéltünk, hogy mi van a média rendszerben, milyen tulajdonosi változások vannak, milyen attitűdök vannak, de közben van egy centrális kommunikációs központ, ugye, amelyik a hirdetések elosztásában, az interjúk elosztásában, az információk elosztásában kulcs szerepet kap, és ennyire zártan, ennyire kampányszerűen, ennyire politikai megfontolásokból még soha nem működött ez a kormányzati rendszer. Miközben a kormányzatnak ugye szolgáltató szerepe kéne, hogy legyen, tehát ki kéne szolgálnia minden médiumot, hozzáteszem, vannak látványelemek, mert Lázár Jánosnak a kormányinfóján mindenki részt vehet. De ez egyetlen momentum a történetből, és sokkal inkább a kirakatnak a része, mint sem a valóság. Ahhoz, hogy megtudjam, hogy az adóforintjaimat mire használják. Nagyon sajnálom, hogy lejárt az időnk. Egy dologban nagyon kíváncsi vagyok még a véleményetekre, nincs üveggömbötök, azt tudom nyilván, de mondjuk tegyük fel, hogy nem a Fidesz nyeri a választásokat bármikor. Ezzel a helyzettel, ami most kialakult, mit tud, vagy mit lehet kezdeni? Én azt gondolom, hogy amíg a rendszer működőképes, és ne a médiára gondoljunk, hanem az egészre. Amíg azt mondják, hogy ugye Fideszen belül is vannak olyan emberek, akik hát nem okvetlenül szeretik, és akkor nagyon eufemisztikusan fogalmazzam ezt a direkt irányítást, hogy semmilyen autonómiája nincs, nem minisztériumoknak, hanem kulturális intézményeknek, egészségügyi intézményeknek, nem nyilatkozhatnak, és nem csak kampányidőszakban, amikor minden információ kiadás veszélyére jár, hanem mondjuk január óta már egyáltalán nem, de lehet, hogy későbbre is lehet datálni. Tehát az a mondás, hogy de hát működik, na, ez jó. Ha egy másik színű kormány mondjuk, akkor mi fog működni? Hát ez a nagy kérdés, hogy ez tud-e jönni. Tehát a kérdésed alapvetése az volt, hogy mi van, ha Fidesz elveszíti a választást. Hát nem, tehát nem akkor ez a rendszer, amit a Gábor világos, de ez a rendszer, amit a Gábor mond, amúgy egyébként helyesen, az ugye akkor összeomlik, legalábbis széttöredezik. És én azt állítom, hogy
ez az egyetlen eleme, ami ezt a mai sajtó viszont fenntartja. Mert azok a lapok, amelyiknek nincs olvasójuk, azok, akik ugye beszorultak ebbe a körbe, és kizárólag az állami emlőkön élnek, azok utána így megszűnnek. Megszűnik az állami támogatás, vége van, és kezdődik egy újrafelosztása a magyar sajtópiacnak, reméljük akkor már piaci alapon érdemi befektetőkkel, és nem pártpénztárnokokkal például. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm én is.